Nemzeti színű zászlót kaptak a gyülekezők Dombováron a március 15-i ünnepségen. Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője kezdte a beszédek sorát, amelyben kihangsúlyozta, fontos, hogy a hosszú hétvégén alkalmat szánjunk a megemlékezésre. A figura ökölbe szorított balja energiát sugároz, a magvető jobb pedig kifejezően szemlélteti azt az eszmét, amivel a nagy államférfi lángra lobbantotta a lelkekben szúnyadó vágyat a szabadság iránt. Az eseményen az Eszterházi Miklós Technikum diákjai adtak élő zenés műsort. Elcsúszunk, hogy rabok, tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Pintér Szilárd, a város polgármestere a szabadság kivívásának nehézségeiről beszélt. A szabadságot soha nem osztogatták, soha nem adták ingyen. Az az alkotni képes, a közös célokért tenni tudó és tenni akaró egyének összefogása teremtette meg. A forradalmárok jól tudták, hogy erejük megsokszorozódik, nagy dolgokra képesek, ha összefognak. Az ünnepséget a Kossuth szobornál koszorúzási ceremóniával zárták.